Mérföldkőnek nevezte Novák elődalelnök a mostani képviselői iroda megnyitóját, ami a szervezetfejlesztés és a közösségépítés szempontjából is jelentős állomás. Az iroda fogadó óráknak, stratégiai egyeztetéseknek is helyet ad majd, de a kampány időszakban is meghatározó szerepe lesz ennek a helyszínnek. A Fehérvár megyei közgyűlésben már így is képviselettel rendelkezik a Mi Hazánk mozgalom a 2019-es választás alapján, de jövő tavasszal várható egy komoly megmérettetés, ami mindenképpen szeretnénk és jó eséllyel a székesfehérvári közgyűlésben, akár a mérleg nyelve is lehetünk, de mindenképp meghatározó súllyal szeretnénk az önkormányzati testületekben ezután részt venni. Az iroda megnyitóján Árgyalán János, a párt vármegyei elnöke személyes kötődéseiről is beszélt. A Jobbikból évekkel ezelőtt kilépett képviselő így fogalmazott: itt kezdte el politikai pályafutását egy olyan pártnál, ami akkor még nemzeti volt, ma meg már eltűnőben van. 2023. januárjától a Mi Hazánk mozgalom vállalja azt a szerepet, hogy ugyanebben az irodában, amiben én személyesen irodavezetőként dolgoztam korábban, az emberek problémáját, a társadalmi kérdéseket megvitassuk, fogadjuk azokat az állampolgárokat, akik megkeresnek minket, és a Mi Hazánk mozgalomhoz intéznek kérdéseket, javaslatokat, felvetéseket. A Mi Hazánk mozgalom képviselői irodája Székesfehérváron a Piac tér 12-14 szám alatt a Földszint 3-as helyiségben található.